Kvetot vett, és elverte a G2 eSports csapatát, akik egyértelműen favoritként voltak kezelve ebben a csoportban. Most pedig az Ascensionnel kell szembenézniük, akik szintén nem egy lebecsülendő ellenfél. Szervusz, kedves Darcik, üdvözöllek! Szervusz, Lévius, én is üdvözlök mindenkit! Nem lebecsülendő ellenfél, ebben egyetértek, de hát elnézve a legutóbbi összecsapást a G2-val, elég magabiztosnak tűnt azért ahhoz, hogy egy ilyen akadályt is tök simán vegyen ez a csapat. Hogy a Fortuna velünk van, most tudja, az Ascension fog nyerni, és a G2 majd elveri az Ascension-t, és akkor egy 3-1-1 lesz. Tehát a körbeverésre gondolsz, igen. Igen, ez így valahogy meg szokott történni, hogy egy nagy csapat kikap, ezt szoktam észrevenni. De hogyha a Supermassive viszont el tudja hozni ezt a pontot, akkor jó eséllyel indulnak az első helyért. Uh-huh. Tehát akkor azért a G2 Ascension Gaming mérkőzés sokat fog számítani. De ugye Double Round Robin, tehát lesz még a héten egy B csoportos napunk, azt hiszem, hogy holnap után. Mondjuk, igen, holnap után lesz ez majdnem biztos. És akkor sok minden eldől. Az Ascensionnek egyetlen egy, illetve a Supermassive-nek csak egyetlen egy mérkőzés kéne nyerni, de ez már nagyon előre szaladtunk, egyedül maradjunk ennél. Most kell elvenni az Ascensiont. Két olyan csapat, akik ismert nevűek, többször hallottuk már őket, MSI Qualicon főleg, egy-két VB Play-en is már megfordult az Ascension, de azért nem a legnagyobbak közé tartoznak. Ez pedig ugye a bevonulás. Elég vagány meze van az Ascensionnek, tetszik ez a fekete-piros kombó. Kicsit olyan Naruto-s számomra. Nekem az AC Milan jutott eszembe, de az Akatsuki-hoz is passzol. Ez is igaz. Ascension Milan. Aha. Hát reméljük jobban játszanak, mint a Milan mondjuk. Bár legutóbb nyertek. Mármint a Milan. Úgyhogy nyilván most akkor az Ascensionnek is nyernie kell. Hát nézd. Amit le tudtam szűrni, nagyon lebutítva a mondandódból, az az, hogy minden egyes mérkőzés számít. Hogy itt minden egyes pontért foggal körömmel küzdeni kell, hát szegény G2 ez van. De most akkor a Supermassive elég jó eséllyel jöhet még egy pontért. Uh-huh. Egyébként a Supermassive egyáltalán nem gyenge csapat, sőt, nagy nevekben felveszik a versenyt több nagyobb régióval is. És már régóta együtt játszanak, tehát hogy nem cserélgetik össze-vissza a játékosait. Igen, igen. Ami azért kevés csapatról elmondható, főleg a nagy régiók között. Ha megnézzük csak a G2-t, aki az előző ellenfelük volt, ugye ők hát 4 új játékossal is érkeztek a tavalyi G2-hoz képest. Nem kekeckedésből egyébként, de a török ligában lehet, hogyha adódna lehetőségem játszani, én is végig ott maradnék. Azt mondod? Nagyon jól megy a török ez régió. Ez jó, nem? Komolyan mondom, nem. Ha választani lehetne, inkább a török, török? Liga. Igen. Mondjuk para. És ha mondjuk egy Fnaticbe mehetnél? Ja, hát jó, az más. De maga a török liga egyrészt erősödik, az biztos. Felzárkózik. Felszívja a kelet-európai. És egyébként is remek háttere van. Igen, igen. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy a Supermassive egy erős csapat, az Ascensionnek nem kéne, hogy legyen tényleges esélye. Igen. Én azt mondom, hogy ez egyértelműen papírforma Supermassive. Pedig az Ascensionben is azért vannak jó nevek. Itt például a G4 jutott eszembe elsőként, aki azért a középső ösvényen elég jelentős erőt képviselt, meg is kapta rögtön a Rise tiltást, ami amúgy GBM-nek is egy kedvelt hőse. Uh-huh. Hát egyelőre középső ösvényes tiltásokból nincs hiány. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy 4-ből 4 középső ösvényre irányuló tiltás. Persze, hogy az Atrox és az Irelia mehet felsőre is, de hát de most tekintsünk el, Skarnerrel zárja a sort az Ascension. Uh-huh. Aki pedig a dzsungel egyik királya megint. Jó pár világbajnoksága megfordult már Skarner egyébként mostanában. Hányat, hogy a legutóbbi VB-kről van szó. Urgot is kitiltva, tehát hogy nagyjából a VB meta karakter 6-os, így köbörre ki van vágva. De még a Jarvanba jöhet. Jarvan? A G4 megzavar. Tehát a dzsungelbe jöhet még ugye akár Gragas is. Akit ugye ki is választottak. Jelenleg szerintem elég kevés olyan dzsungeles van, aki jól teljesít Gragasszal szemben. Többek közt azért, mert Gragasszal elég sok mindent kapunk. Egy jó sustainnel, tehát ösvényen maradási vagy dzsungelben maradási képességgel megáldott hős, aki jelentős sebzéssel bír, pláne a mostanában nála látható építkezéssel, uh-huh. Illetve azért valamennyire tankos is. Ez inkább a képességeiből adódik. Ilyen hős másik nagyon a dzsungelben nincsen. Hát aki ennyi mindent, aki ennyi mindent letenne az asztalra. És nagyon jó potenciális kezdeményező, és nagyon jó a
Az ellene választásoknak, igen. Olaf nem rossz a játék elején, viszont a játék végére összehasonlíthatatlan a két dzsungeles. Abszolút. Olaf teljesen elveszti az erejét Gragashoz képest. Rengeteg gyengeség van ennek a hősnek, és hogyha nem lenne ekkora tempó előnye a korai szakaszban, szerintem nem is lenne a metában. Hello Graves! Szóval Gragas felső ösvény? Kicsit bebételték? Vagy még az a felső se biztos amúgy. Valószínű, de még akár támogat. Az alsóra is mehet amúgy. Igen, volt már támogató Gragasunk, ezzel a flexibilis választással sokan játszottak már. Jó is kihasználni egyébként a karakterekbe rejlő lehetőséget. Meg egy Kajsa kerül még elhozott arra, tehát két lövéses kompja már biztosan van az Ascensionnek. Még egy Korki középsővel akár a három is összejöhet. Kibékülnél vele? Ki? És mit van a GVM Xeratjához? Ami hát finoman legendás. Vakontal a rizikos elhozni? Bár utolsó körben azért meg lehet támogatni tiltásokkal, de inkább Braum. Vakon biztosan nem hoznék el egy Xeratot. Utolsó választásjoga viszont majd a Supermassive-nál lesz, és azt mondjuk nem hiszem, hogy érne tiltást ez a karakter, ha legendás, ha nem. Ellenválasztásként egyébként leginkább egy Fizzre gondolok itt, akit azért mostanában láttunk is megjelenni, és köszönhetően a halhatatlanok szorításának, illetve alapjában véve egy tank rúna oldalnak, eléggé jól át tudja vészelni már az ösvényfázist. Miközben Zoe-t kitiltották, GBM az előző meccsén is kapott Zoe tiltást. Egy rutinos Zoe játékosról beszélünk már, amennyire ezzel lehet ugye rutinosnak lenni. Zeitnát, a csapat másik lendülete és gerince. Ő ugye Jinnel és Ezreal-lel mutatta meg, hogy mit tud. A Jin választás egyébként alapjában szerintem belefér a metámba, de talán nem biztos, hogy Braum a legmegfelelőbb támogató mellé. Nem mondom, hogy gyenge, de talán van jobb. Viszont Kajsának pedig szüksége lesz egy támogatóra, mert az elég erőséget kivágták mellőle. Se Janna. De örülök a Lucian választásoknak. És ez biztos, hogy Zeitneti? Azt mondod, hogy ez Vakon középső ösvény Lucian? Nem Vakon, hát majd eldöntik a két választás után. Ja, hogy flexibilitás. Aha, megint. Szuper. Jó. Ezzel ki lehet békülni amúgy. Ez itt Vakon Lucian-t hozni, hát nem a legbiztonságosabb, az sem. Na mindegy. Nagyon mit tudnak lekezdeni vele. Igen. Gragas eddig alsó ösvény. Igen. De még középre is mehet, szóval igaz se dölt. Azért mondom, hogy eddig. Direkt nem zártam be a mondandómat. Na nézzük. Döntsétek el, kedves Ascension. Valamikor ez nagyon bejön, ez a flexi húzogatás itt a választási fázisban, és valamikor nagyon felsülnek vele, mert össze-vissza adják a karaktereket. Gragas támogatóról van szó. Szép húzás. És Lucian-t vinnéd a LeBlanc ellen. Te ugye nagy LeBlancos vagy, tehát ezt a meccsapot valószínűleg valamennyire ismered. Nem, úgy néz ki, hogy alsóra fog menni, legalábbis Lissandrából ítélve. Mondani, hogyha van Lissandra, akkor nem biztos, hogy érdemes. De amúgy azt sem mondom, hogy gyenge. Mármint, hogy nem tudsz, főleg az átok nyere után akkorát trédelni rá azzal a LeBlanc-kal, hogy veszélybe legyen, és hogyha a láncot nem találod el, mert ugye ezt könnyen ki tudod esselni, akkor meg mindegy. A Kassadin meg nem hiszem, hogy kellene elemeznem LeBlanc-kal szemben. Ezt mindenki tudja, hogy mit jelent. Kassadin semmivel szemben nem kell. A fizikai sebzőket is tönkreveri egyébként, amióta van szapor a lábmunka, vagy halhatatlanok szorítása. Igen. Mikor ki mennyire akarja tankosítani ugye a hősét. Hát figyelj, egyébként eléggé pofás összeállításaink vannak. Egy két lövéses, LeBlanc és Cho'Gath-tal fűszerezve, a másik oldalon pedig egy Kassadin. Igazából én még így is Kassadinra fogadnék amúgy. Ennyi? Hogy ő egyedül? Hát igen. Srácok, adjatok 30 percet, aztán GG. De figyelj egyébként tényleg, tehát van egy Olaf és egy Lucian, akik a játék korai szakaszában bitang erősek, utána viszont azért annyira nem. Hát Kassadin pedig az első szakasza szerintem az nem rossz azért. Hát jó, de a játék végén... Hát az igaz. Ott a Kajsa azért darabokra tépi. Igen. De tud-e lőni a Kajsa, hogyha egy Kassadin ugrál nyakába? Hát ez az, hogy Kassadin viszont a játék végére, ő nem egy karakter lesz, ő az egész csapat lesz. Igen, a Riotnak sikerült két év alatt annyira felerősíteni megint ezt a hőst, amióta kb. Mikor? Na jó, kb. Egy éve minden patchben szinte kap valami erősítést. Hogy most megint játszható? Hát nem játszható, hanem lehozza a meccset nagyjából. De mégse hozzá kell minden mérkőzésen, tehát ez nem igaz. Annyira erős, mert a játék korai szakaszában viszont pláne egyébként, hogyha a könycseppes építkezést választod, akkor semmi, hatástalan gyenge. Vagy. Igen. Sajnos ez jogos, és inkább ellenválasztásnak van. Ilyen biztos ellenválasztásnak érkezik meg a középső ösvényre. Közben
Azért, az ember az... És ez amúgy nem is feltétlen Kassadin hibája, nem. Amúgy, hanem a játéki. A játék jelenleg úgy van kialakítva, hogyha egy kicsikét is lemaradsz az ellenfeledhez képest, akkor nagyon nehéz visszahozni ezt a lemaradást. Nagyon kevés lehetőséget kapsz arra, hogy ledolgozd a hátrányt, és ez mondjuk egy lemaradt Kassadinnal eléggé fájó tud lenni, mert akkor nem 30 perc kell ahhoz, hogy nyerje, hanem már is 50, ami azért nem mindegy. A szupermasszív játék stílusához mindig is hozzátartozott, hogy GBM és Fabulousnak kicsit ők így magukra vannak hagyva. Általában ők azok, akik kitartják az ösvényt, és Zeitnetek azok, akik a dzsungeles nem feltétlenül rajtaütéssel, de jelenlétet így érezhetik. Tehát, hogy mögöttük azért Olaf itt szokott ólálkodni a közelben, és inkább a sárkányra fordulnak, mint a hírnökre. Ebben a meccsában viszont nem vagyok biztos, hogy nekik szükségük lesz erre. És ha valakinek inkább segítség kell, hát az azért GBM, mert ha Lloydnak van egy kis logikája, akkor itt a középső ösvényre igen rájátszhatnak, és ketten együtt viszont már nagyon szétszerik a Kassadint. Ezt mondanám én is, viszont ez nem a játék korai szakaszára optimalizált elhozatal az Ascensionnél. Azzal, hogy sötét szüret van Lloydnál, igen. Ő nem azt mondja, hogy a rajtaütésem az nagyon fog fájni. Még csak az sem, hogy rajtaütni mindig lesz lehetőségem, mert nekem akkora dzsungelben maradásom van, vagy annyi életerőt tudok visszalakodni magamnak a szapora lábmunkával akár, hanem azt, hogy a játék végén nagyot fog szólni az a shotgun lövés. De kell neki egyébként bármilyen olyan rúna kiegészítés ehhez a gyilkossághoz? Igazából LeBlanc le tudja sebezni addig a kasszint, hogy csak két lövés kelljen kb. Nagyjából a gyilkossághoz. Darán pajzsal is? Hát jó, a pajzs az jogos. Bár... igazából inkább a lábmunka és pajzs kombó az, ami miatt... Hát, nyilván. Miatt így nem lesz ez egyszerű. Még ezt nagyon kiderül. Lloyd viszont hoppá! Két gólemnél kezd, és rettentően gyors az úriember. És nem is a saját. Hát egy jó pofa lopkodás, annyi kell, barátok között belefér. Ja, de Olaftól nem lopnak azért olyan gyakran. Azért vikingektől nem szeretnek. Ezt tudják, hogy ott. Na jó, csak a vikingek nem készültek fel a shotgunra. Ja, ez jogos. Azért az ő korukban nem túl igaz, hogy ez a balta shotgun párba. Itt ilyen fizikai counterelést láthatunk, hölgyek urak. Az egyébként közben egy gyors hazatérést is. A cipővel mit akarhat kezdeni Olaf? Már is egy rajtaütést tervez? Hát lehet, hogy ezt muszáj lesz neki, mert nagyon máshova nem tud menni, ha így folytatja a dzsungel lopkodást Lloyd. Ez igaz. Tehát, hogy Stomi is most be fog menni a dzsungelbe, és egy darab kis farkast fog találni, az pedig sok sebzés a toronytól. Na, Lloyd, rajtaütés. Nagyon jó a pozíciót az égetés Zeitneton, és Rick próbálja megölni, és Rick szállnak a sebzés, egyelőre nem elég jó egyébként a gyógyítás Zeitnet, így ki tud jönni, de az égetésen kívül mindent el kell használni, megjött Stomi, és ez ennyi volt. És el is ment. Fején dobta a baltával, az hello. Hát ilyen dobverővel, de ja. Ennyi volt a ragadozó, tehát a rajtaütés, amiről beszéltünk, az úgy tűnik, hogy megvolt. Sikeres ez nem volt, de legalább vége van. Talán cserébe, hogyha szerencséje van most Tomásnak, akkor mehet a második sutyarákra is, mert ez még mindig ott van, még mindig elérhető. Hát más nem tud elhozni konkrétan. Igazából az északi féltekén még ő is lopkodhatna egy kört, mert azt még Lloyd sem nagyon nézte át, és lassan azért neki se volna olyan rossz a hazatérés. Nincs rákényszerítve, Graves-el játszik. Igen. Ettől függetlenül nem volna rossz. Ez pedig a LeBlanc játéknak a klasszikus esete, amikor tudod, hogy countermatch-ában vagy, de muszáj valamit csinálod, és ezért nagyon agresszíva játszol, és megpróbálsz remélni a gyilkosságra, és elfogy a manád. Igen, ez a Doran gyűrűs változtatás hiányzik. Sajnos. De hát mindegy, most ez az a játék, cserébe legalább ez a jó kis Itoka, hihetetlenül OP. Ami egyértelmű, hogy GBM-et nem zavarja. Tehát, hogy sokkal több életereje van, mint ugye G4-nak, de hát lábmunkával ez nem kérdés. Uh-huh. Na, meg lesz a két sutyerák amúgy, amiről beszéltünk, alapvennek örül nagyon. Lloyd annyira nem, ő ezzel jelzőket is bukott a sötét szüretből. Érdemes lesz a jövőben azért erre jobban odafigyelnie. De hát a rajtaütés egyébként még több jelzővel kecsegtet, úgyhogy nagy rizikó. Valahogy amikor itt vagyok és nézem a kasztadi játékokat, mindig hazamegyek és játszani akarok vele, és mindig elfelejt. Valahogy így kimarad. Elfelejtesz kasztadinozni? Elfelejtek megvenni alapból a karakter. Ja, hogy... oké. Igen. Nincs is meg, tehát nem is játszottam, hogy szerintem soha.
Ez mondjuk úgy amúgy ciki. Hát jó, de tetszik, tehát hogy ilyen jó pofa hős, meg tudod, hogy van ez, mindig a metakarakterekkel kell játszanunk, hogy tudjunk róluk mesélni valamit. De csak ezért, csak ezért. Én tényleg szoktam. Nem vagyunk metaszolgák, csak a kutatás. Hiteles információ. Igen, igen. Így van. A tudomány nevében. Tudomány nevében bárkit levál hitelek szívesen, csak szóljatok. Na hát a szerencsétlen hazatérés következtében egyébként Zeitnot aratást vásárolt, lehet, hogy ettől annyira nem boldog, viszont legalább gyűjtögetheti ő is a jelzőket, vagy harcolhatja le ezeket, és farm előnye van Nixárral szemben, 3-4, egy ilyen fél hullámos nagyjából GBM nagyon jól kezelte az ösvényt, a hazatérése gyakorlatilag nem került teleportba, és farm veszteség is minimális volt csupán, G4-nak pedig nincs is teleportja, tehát ő ezen nem is tudott igazából semmit segíteni, szép játék GBM-től, farm előnyt ezzel biztos, hogy meg fogja szerezni. Hoppá! Au. Ez pedig egy végső képesség volt, azaz, hogy Fefevjel ezt eléggé... Hát bünteti Rockit, és el akarja venni tőle az életerőt, amit nagy nehezen szerzett meg a hazatéréssel. Lloyd pedig nem szereti ő, hogyha nem tud hozni semmit. Hoppá! Fefevjel ezt a feldobásnak köszönhetően szintén sok életerőt veszít, és el kell villanni. Hát, igen. Mert némítás után már a gyomorba került volna. Talán azt mondanám felesleges agresszivitás Fefebulous-től amúgy. Megközben ezt a mage-nek kell vissza. Ezt nem mondtam volna, de lehet, hogy gondoltam rá. Na, ezt a mage-t. Szép a sújtás, és így a lánc szintén talál, az a BQ bizony elég asztrális ahhoz, hogy az első gyilkosság a Graves hozza meg Ricky, közben be vannak ide ragadva egy kicsit. Snowflower nekem visszafordulni jöhet a sebzés, nagyon szép kezdeményezés, de nem sikerül megölni őket, mert elvillannak. Szépen sorban, Snowflower komoly gondokkal küzd, leginkább azzal, hogy feedre egy LeBlancot. 2-0. Egyelőre bejött, amit mondtál, az Ascension tényleg felülemelkedett a hátrányon, és 2-0-val indítják a mérkőzést, nagyjából pont ennyi amúgy az arany különbségünk is, hiába kezeli jobban az ösvényt egyelőre, nem csak GBM, de talán még Zeitnot is. Ettől függetlenül nem tudnak célpont vagy gyilkosság előnyt is kialakítani emellé. Hát igen, de ahogy mondtuk, muszáj tempót fognia valahogy az Ascensionnek, mert különben lesznek gondjaik. Lesz egy gondjuk, de az egy Kassadin. Igen. Itt pedig a visszajátszásunk, G4 nagyon-nagyon türelmesen kivárta azt, hogy egyrészt elvillanyozzam és lejárjon a sújtás lassítása, és utána egy szépen találó lánccal az első gyilkosságot ajándékozta oda Lloydnak. GBM megérkezik ugyan, viszont túl sok minden nem tud tenni, ki is kell portásítelni az akcióból, legalább a villanása az megmaradt. Snowflower pedig utolsó csepp manájával még lassította Lloydot, de hát a toboz ez így is hasznosabbnak bizonyult. Tiszta lekövetés és szép gyilkosságok. Az Ascensionnek megvan a lehetősége innentől kezdve a tempó előnyt kihasználni. Viszont a Kassadin készül Get, nem véletlen mondom ezzel a is hozzárakott szócskával, mert nagyon lassú. Még igen. Az egy darab Robin Krista, ez nem, semmit nem jelent. De várj, még egy pár másodpercet adj neki, és már az is az a megy, és valószínűleg hősi korokatalizátor lesz, igen. Vagy, ha tökös, akkor pusztító pálca? Sajnos nem. A kettő együtt pedig nem fér bele, ugyebár. Sőt, vett egy nullavarás köpönyeget is. Így van. Még pluszban. Mert hát ugye ezért a cipőre is beruházott már egy G4, tehát ő neki azért van varázsátütése is a sebzésének kihasználásához. Hát kíváncsi leszek, azért ez mindig egy érdekes meccsak volt. Emlékszem régen, már nagyon régen, tehát még Season 4 elején ez volt a két alap tiltás. Kassadin LeBlanc, így kezdődtek a tiltólisták. Mert hogy akkor még ugye LeBlanc is tudott némítani. Igen. Újjával. Ó, de jó is volt. Ó, igen. Felgrottál és nézted, hogy na miért nem tudsz válaszolni, közben G4, hát most nem ugyanolyan türelmes a lánccal. Igen, ezt tudom, hogy szépen lépett. Ki viszont a kék, az nincs. Nincs meg, nincs meg. Nincs meg, viszont buliban volt egy védekezési lehetőség, viszont ki kell villanni a robbanékony hordót, ami nagyon szép ívvel repült előre. Azért Lucian aratással. Érdekes. Huszas farm előnye viszont impozáns. Más különbségre nagyon az alsó ösvényen nincs, hiszen gyilkosságot ugye Nixar sem kapott, illetve Rich sem kapott. Úgyhogy itt még normális a helyzet nagyjából. Tényleg megvan az, amiről beszéltünk, hogy Lucian jobb az ösvény fázisban, viszont a folyamatos rajtaütések következtében nem tudja semmire sem váltani ezt a minimális előnyét, ami van. Mm.
jó cserékre se nagyon mer benevezni szerintem, hiszen egyből jönne is már a nyakába egy robbanékony hordó. Közben Fepfebe azért megtalálja Rokit megint. Egyszer már nem volt annyira jó az a túlfelesleges agresszió, és ezért most okosabban is vissza is lép. Op. Azért van valami feeling is, amikor Szenny neki vágja a földnek ezt a kis dolog. Jó az Astralis Break, jó GBM viszont távozik. És közben Rich találkozik Snowflower-rel, Nyx-el érkezik és próbálja segíteni társát, de az az óriási kandalló pajzsá fejlődött. És ez hitelesen víri Braumnak a testét. Az őrszemet nem is, de Braum teste biztonságban volt. Így van. 11 perc után még mindig nincs olyan célpontunk, amire érdemes volna jelen pontján benevezni a játéknak. A felhősárkány nem rossz, Olaf például biztos örülne neki, viszont egyelőre még nem áldoz ezért a szupermasszív csapat. A G4 pedig össze-vissza bóklászik jobbra-balra. Az, aki mindenhol ott van jelen pillanatban a játékban. GBM nyakán például jelenleg. Csak nincs sebzés. Hiába piszkálgatja és ugrik állna a nyakába, nincs meg ez a sebzés, ami kell, és GBM pedig csak néz és nevet magába, hogy tök nyugodtan, tehát hogy... Viszont GBM-nek nincs manája. Ja. G4 tehát az elfeledett fejezettel, illetve a romlás italával egy kicsikét jobban jár ilyen szempontból, mert lehet, hogy keveset sebez, viszont az GBM manájából folyamatosan fogy, és így hazatérésre tudja kényszeríteni. Nem vele van. Sajnos. Ez igaz. Ezért próbál ellépeget. Minél tovább tökölészik az ösvényen, és ad GBM-nek időt farmolni, annál rosszabb a helyzet. És GBM pedig tényleg zseniálisan menedzsi ezt az ösvényt. Még ha valahogy haza is küldi, egyszerűen teleportál vissza fog jönni. Megölni pedig nem sok esélye van. Itt valamit csinálni kell az Ascensionnek, mert ez a kasztorin épül és készül. Az a legjobb egyébként ebben a karakterben, hogy van mana visszatöltési lehetősége. Kevés olyan... Hős tudsz mondani nekem szerintem a játékban jelenleg, amelyik azt mondja, hogy ha én most elnyomok egy képességet, nem azt, hogy nem költöm a manámat, vagy csak egybe kerül a képesség, de még tölt is vissza. Régi szoraka. Kassadin pont ilyen, igen, a régi szoraka. Meg a Cho'Gath passzív, nem? Igen, meg a Xerath passzív. 3,5 manákat töltögetve. Xerath passzív, az sokat tölt. Az igen. De mondjuk ez nem képesség úgymond, csak passzív. De mindegy, értem a lényeget. Ez pedig egy teljesen egyértelmű kezdeményezés volt. Onnan van kiút, a Stomage rá tudna ugrani, de nem tud. Stomage is túl veszélyes pozícióban lett volna, ha közelebb megy. Hát ugye villanása nem volt elérhetője Snowflowernek, ezt pont az előbb kellett elhasználnia. Még egy rajtaütés, idézőjelesen vagy macskakörmesen az alsó ösvényre. Egy újabb sikeres akció az Ascension-től. Nagyon megtalálták a fogást amúgy a Supermassive-on. Csak az alsó ösvényre való üléssel úgy tűnik, hogy kordában tudják tartani ezeket a masszív srácokat. Középső ösvény a LeBlanc. Tök jól tartja magát, az előbb le is vezettük, hogy miért, meg hogyan. A nulla manás GBM most is éppen haza van kényszerítve. Felső ösvényen pedig Fefebjöl, az túlságosan akarja a győzelmet, és ennek egy ilyen 10 farmos hátrány lett a következménye. Meg a mínusz villanás, de az már visszatöltött időközben. Kikényszerített teleport GBM-ből. A középső ösvényes torony ideális célponttá avanzsált, ennyi sebzés elszenvedése után. Stomage pedig semmit nem tud hozzátenni a mérkőzéshez, tehát Olafnak a szerepkörét kb. Le is húzhatjuk most már a WC-n. Uh-huh. Innentől kezdve abszolút Lloyd az, aki a Jani lesz a gátom. Hoppá, viszont GBM kicsit talán túl agresszív. Gyönyörűen villanja ki ugyan az Astralis Békjót, de Lloyd végső képessége a nyakán csatta LeBlancnak. Még pár másodperc van a képességeiből, hogy használhassa most, mert biztosan van. De tudja, hogyha előre megy egyszerűen egy portál sétával, hát vagy GBM kifele ugrik, vagy befele, és ez neki még rosszabb. Így van. Tényleg az a középső ösvényes tűnik a leggyorsabban, vagy legelőbb elhozható célpontnak, ezért is járkál erre rá minden a Ascensionös. Vasacskán amúgy az ösvénycserének is eljöhet az ideje, hiszen Lucian befejezte a letaszított király kardját, tehát a támadási sebessége már megvan egy viszonylag gyorsabban elhozható toronyhoz. GBM pedig kapja a segítséget, még ha csak passzív formában is, de a torony életben lett tartva. Nem is kicsit. Snowflower is megérkezett. Viszont a korokpácia már elkészült, és a jelzőgyűjtögetés nagyban folyik. Nem mondom, hogy gyors volt, de azért olyan brutálisan lassú sem. Hoppá, G4 gyilkolni szeretne. Uha. És meg lesz! Az ott halott! Szevasz! Szép volt a villanás, eközben... Outplay! Hát Olaf,
Ezt most megetted. Jó, hát egy LeBlancot nehéz utolérni. Pláne egy Olaffal, aki nem tud egy fél pályát átugrani. Első torony is megvan, ha jól látom. Solo aranyat kapott ebből Lloyd, aki az egyik lövészünk a mérkőzésen, és mondtuk, hogy ez a most a skálázódóbb verziónak néz ki, köszönhetően a sötét szüretnek, amire egyébként most plusz jelzőt jelennek ki a sutyerák, amit már megkezdett. Remekül alakul a mérkőzés az Ascension számára. Azt tudom, hogy ez így elfutott, nem a farkasok ellen, vagy mi történt? Megnézte, hogy a sutyerákot még elérje, de addigra már réges-rég késő volt. A visszajátszásunkon pedig azt látjuk, hogy GBM, hát fél életerőn túlvállalta magát azért a bizonyos plusz 3 farmért. G4 pedig egy villanás égetés kombóval be tudta őt fejezni. A visszaugrásra pedig még Szomézset is tök hülyére vette. Nagyon érdekes volt a sebzés kiosztás ebben a harcban, mert úgy osztott ki rettentő sok sebzést, hogy a két ugrás még bennmaradt. Ugye itt a lenni, hogy gyilkosságra. Rich közön komoly gondokkal küzd, leginkább az életerejét tekintve. Egy teleport megszakít, két teleport megszakít. Na, mégis van alsó ösvényes előnyünk, legalább most. Félig meddig kihasználva. És jön a baj. Ilyen bizony, itt van LeBlanc, no. Ezért nem felejtsük, hogy a Brown passzív rákerül, akkor elég könnyen a halálban találhatja magát. Erre azért figyelni kell. Igen, igen. És nem sokszor szoktam panaszkodni egy gyilkosság elhozatal miatt, de mindig vészik egy kicsit a szíve, amikor Olafnak adják. Ez mennyire haszontalan tud lenni, hogy ez meg fáj. Igen. Ez teljesen jogos. Hát a korai szakaszban domináló Olaf és Lucian közül Olaf tuti, hogy nem dominál, Lucian viszont azért nem rossz. Lucian igen, csak ő meg megkapja a figyelmet. Tehát lehet, hogy nem tudják őt meggyilkolni, de akkor is az ösvényen járkálnak folyamatosan robbanékony hordókkal ajándékozva őt vagy társát. És eddig Snowflower itta meg a levét, de na. Az a 0-2 sem mindig saját hibából jött, hanem azért, mert szépen fordultak rá az összenzsenes srácok. Viszont nincsen olyan jelentős erőfölény. Tehát az ezres aranykülönbség nem rossz, de annyira nem sok. Uh-huh. Főleg úgy, hogy ez torony is náluk van, tehát ezt tegyük hozzá. Sem hírnök nincs náluk, sárkányból pedig idézőjelben csak egy felhő. Úgyhogy azért nem mondanám, hogy az Essence ezt meg is nyerte. Nem, azért az semmiféleképpen nem. Ez pedig nem lett elhozva. G4 nem kapta meg. Szerencsétlen ágyus Minionnak a... az aranyjutalmát. A LeBlancnak az is egy eleje mindig, hogy egy mozgó őrszem vagy. Te olyan pozíciókat érsz el, amiket mások az életük árán. Talán. Örülök amúgy, hogy Lloyd egy kicsikét figyelt és megfogadta a tanácsunkat, mert amióta mondtuk, hogy a sutyerákokra talán több figyelmet kéne fordítani, egyet sem hibázott szerintem. G4 közön bent van a buliban és GBM projekt bünteti, még van vissza, ott most már nincsen, Nixar pedig beugrik és bünteti a Vikinget. Snowflower túl messze, hogy pajzsával védje társát, kent az égetés, de nem jött ki a sebzés, és most jött a Gletscher szakadék, Rich beragad és árazonnak kábítva van, Zeytan sebzése bőven elég. Jó lett a feldobás, Nixarnak el kell villani, Snowflowert nagyon szépen vakítja meg Lloyd, de ez nem elég semmire, Nixar pedig a halálban van, GBM kasszadínja gyilkosságot szerez, remélem érzitek a vészjósló mondat lényegét. GG! Bocsánat. Allergia. Igen, igen. Egy szép fordulás volt egyébként ez a Supermassive-tól, de rögvest érkezni is fog. A visszajátszásunk ebben biztos vagyok. Pont ez volt ez az időszak, amikor még nem biztos, hogy kéne harcolni. Az Ascension-nél pont a kulcsfontosságú karakterek nem fejezték be a tárgyaikat. Kai'Sa és Graves annyira még nem erősek. Graves azért nem, mert még nincs meg a kellő tankossága, amíg a hasítóbárdot nem fejezte be. G4 amúgy majdnem azonnal megölette magát. A probléma az, hogy nagyon-nagyon szeretnék azt az Olafot eltüntetni, és viszont túléli még az égetést és az alaptámadást is. Nem tud a Nixar túlságosan közel férkőzni hozzá. Végső képessége nem volt, villanás nem áldozott. Megérkezik egy két emberes végső képességgel a vonat, és ezzel igazából már meg is fordította a csapatharcot, mert három embert passzívan zónáz, két embert feldobott, úgyhogy egy egész csapat ellen hasznos volt. Itt Sion volt az, akinek az érkezése az zseniális volt. És valóban. Nagyon-nagyon ügyesen játszották meg ezt a szupermasszívos srácok, és megérkezett a Baron,
Itt alul láthattuk, ahogy becsúszott az idézők szurdokának a falain keresztül. Még mindig elég erős ugyan G4. Viszont hát az 1v1-eket már sokkal jobban át kell gondolni. Ez egy csere volt. Nézd az életerőket. Mi történt? Felborult az asztalunk. Tényleg? Snowflower közben kapott egy kis áldást. Hogy? Oh. G4 azért vissza kell, hogy lépjen egy idő után. Lehet, hogy lassan vissza fogja neki a romlásítól dolgozni az életerejét, de ahhoz kell az, hogy egy kicsi nyugi legyen. Szóval nem sikerül az első lánccal eltalálni, nem baj, van még egy. Hát csak annak a sebzése így már nem elég, hogy az lilává kellett változzon. Csak a terítő volt? Meg minden más. Szép. Na, közben egyébként a felső ösvényre rotált az alsó ösvényes duó. Ami önmagában nem egy rossz döntés, hiszen ott még azért lehet célpontokat elhozni. A Baron Nashor érkezésével áthelyeződik a fontosságpont oda. De még azért talán nem hoznak el Baron, kicsit túl korainak érzem. Hát, ha csak az első 20 percet nézzük, eddig ez a nap leginkább ki meccse. Pláne most, hogy az első tornyát a Supermassive is elhozta. Ezzel amúgy át is vették az előnyt, vagy a vezetést. Bocsánat. Hiszen így 300 aranyjal ők vannak beljebb. És Nixar nagyon csúnyán le van maradva. Eddig is volt minimális farm különbség, ami néha kisebb, néha nagyobb volt. De ez a 70 most már kezd aggasztó lenni. Hát főleg a két tárgy előnnyel, illetve egy tárgy előnnyel, amivel Etna rendelkezik. Azért az kicsit kellemetlen lehet neki. Illetve ami még érdekes, és ezt meg akartam tőled kérdezni, hogy ha az Ascension ennyire partiban van a Supermassive-val, akkor lehet, hogy tényleg veszélyben van a G2? Őszintén szólva a G2-t, én alapvetően nem éreztem egy olyan csapatnak, aki ki fog jutni a VB-re. Mégis itt vannak. Szém. És nem is rossz játékkal amúgy. Nem rossz játékkal jutottak ki. Így van. Na, de eddig itt mit csináltak? Hát eddig kikaptak, de csak egy meccsük volt. Ez igaz. Az alapján azért. A hatodik mérkőzés után majd elmondom, hogy veszélyben érzem őket, vagy sem. Oké. Okay. Az biztos, hogy ma nem voltak meggyőzőek, és itt probléma lehet? Nem. Á, de hogy... Nem nagyon van olyan képessége Csogátnak, amivel meg tudja állítani ezt. Esetlegesen elé tud villanni. Így van. Ja. És az most pont volt? Ja. Okay. De nem, Lloyd még egy kicsikét odébb volt, meg hát amúgy is. Amúgy is. Nem illik vonatok elé villanni, srácok. És te próbáljátok ki otthon. Semmiképpen sem. Aki a suliban ül, kérdezz meg a tanárodat, hogy miért veszélyes a vonat elé villanni. Ha valaki kapja a szaktanárit, bocsi. És vissza fog kérdezni, hogy ja, szájom miatt, ugye? Igen. Már mondom is. Értem. Nem is lenne rossz. Életszerű példa. Lehet egyébként, hogy egy pár évet még előre szaladtunk, de... Ki tudja, mi lesz a jövőben. Na jó, menjünk vissza meccsre. Eközben azért Sharkent már hozott a Supermassive. Ők egy heggyel egészültek ki. És lassan előre kéne haladniuk a célpontok tekintetében. Mert ugyan már megvan ez a két torony is, de hát azért a többi még nincs. És Kaisen még le van maradva. De egy idő után lesz ereje. Igazából most biztos, hogy a Supermassive erősebb szerintem. Mi lesz a következő vásárlás az Aitnotnak? Ezen gondolkodom már egy ideje. Mert az, hogy első tárgyként megveszed a... Hasitobárt, ez már oké. Csak azért, mert rendben van, hogy nem kell második tárgyként neki bármiféle kritikus tárgyat vásárolni. Igazából van elég támadási sebessége passzívból a dupla lövéssel. És a Malmorcius egyébként is kitolja neki az erejét, hiszen LeBlanc, ha rá is ugrik, akkor se csinál vele sok mindent, erről igazából beszéltél is már a bajnok választásnál. Igen. De talán egy kicsikét majd a későbbiekben szüksége lehet erre. Így viszont nem biztos, hogy belefér a crit lotion, nem? Ez már túl sok tárgyahoz. Mennyi helye marad? Kettő? Kettőben még talán bele lehet vinni valahogy. De amire még van lehetőség, az egy utolsó lehellett tárgy őrangyal kombó. Igen, az sem lenne rossz, de az még elég defenzív. Nem tudom, hogy mennyire akarják majd őt bántani. Igazából G4 LeBlancja most elég erős és elég veszélyes is, viszont lassan-lassan, ahogy készülnek ezek a varázs ellenálló tárgyak,
Hát nem véletlenül vette ugye az üresség gömbjét és halad a Morello felé, tele van varázstöréssel. Lassan kéne egy Ravadon, hogy tényleg olyan igazi törlő gépezet legyen. Amúgy nem csak defenzív. Egy csogáttal szemben ez a legjobb választás. Jó sem. Nem, a hasítóbárt utolsó lehellett kombó egy letaszított királykardjával. Ja igen, de amikor van már egy Malmocius bendőjéd, meg még hozzá plusz egy olyan tárgyad, ami HP-t ad, meg még plusz hozzá egy őrangyalod, azért az sehol-sehol gondolom offenzívnek. Bár mondjuk a csogáttalán tényleg elég hasznos. Na mindegy, majd kiderül. És igazából ő neki az lesz a dolga, hogy csogatot leírtsa, mert többiekkel vagy kasszalin foglalkozik. Ebben van logika, ez jogos. Hogy a GBM 1v4-ezik úgyis majd, szóval mindegy. Igen, 1v9. De most komolyan egyébként, milyen lehetőség a kasszalin megölésére? Egy Gragas kombo alatt kell letörölni? Vagy meg kell enni? Vagy mi fog történni vele? A megevés tűnik a legreálisabbnak, viszont életerővel bőven bír egy kasszalin. Már csak a korok pálcájából is. Úgyhogy az sem tűnik a legegyszerűbbnek. Meg a klasszikus kasztalin húzás, hogy ilyen 5%-i életerőn zanya, és utána ott hagyod őket a fenébe. A játék elején ezen gondolkodtam, hogy a sötét szüret lehet, hogy azért érkezett, hogy arra appellál Lloyd, hogy egyetlen egy lövése lesz, viszont az duranjon nagyot. Tehát, hogy a sötét szürettel akkor tényleg lője fejbe azt a kasztadint, és utána már csak rá kell villanni meg enni? Vagy ennyire nagyot nem? Lloyd egy igazi férfi, úgy érzem a mondatodból. De igen, de mondjuk egyetlen egy végső képessége biztos nem törli ki. Hoppá. Stomést közben. Itt kár fog kábulni. Itt G4 sem akar gyilkosságot elhozni, ez egyértelmű volt. Inkább a Ragnarököt akarta kiszedni Stomésből, aki viszont ezt nem tette meg, ezt a szívességet. Így nem vesztette el tankosságát. Lloyd pedig nem jó helyen vagy, azonnal menekülnie kell GBM érkezése elő, aztán felfog egy kis sebzés, viszont odaérkeznek a tankok, a teleportál, ott a végső képességek hada, és megjön Rocky, az nagyon rossz hely, barátom, jó, egyébként a stopperról, de te már halott vagy, onnan kivillanni sincs értelme, GBM újabb gyilkossághoz jutott. Esik ki a talaj, a szupermasszív, jajjajjajjaj, Lloyd, még neked is annyi, igazából az Ascension lába alól, és főleg így, vagy most még két gyilkosságot kapott GBM. Mifor megpróbál fordulni az lehet, mert na, erre beszéltem. Nem tud eltenni a lánccal. Hát meg így se sebzett sokat tett, ráment egy kulti és semmi. Sebzés GBM, hiányzik. Nagyon szépen tréden ezen LeBlanc-kal, viszont ő kifele jön, a Baront közben hárman szedik. És az életereje már 9000 környékén jár. Nem hiszem, hogy ebbe bele szólna akárki is. Nem sem kéne. Harapás nincs, sem sújtás. Sárkányok tekintetében is szerencsésebb ebből. A szempontból a szupermasszív, a hegysárkány náluk, könnyebb volt ez a célpont. Egy ilyen erős 10%-kal. Na nézzük a visszajátszást, ahol Lloyd elég szerencsétlen pozícióban indult, fél életerővel rohanhatott kifelém, egész burst-ét el kellett használni amúgy. És valahogy megérkezik egy nagyon rossz helyre Rocky. De minden? A csapat ott is hagyja. Ezt a teleportot meg kellett volna szakítani, ez egy hiba volt. Szerintem egyébként Olafot szerette volna megenni, de nem volt elég sebzése, talán erre mehetett ki a játék, Lloyd pedig későn villan, aki kasszadin elő, amúgy is minek. Kettő gyilkosság GBM-en. És igen, veszélyes a játék. Hát megvan a tempó előnye a Supermassive-nek ezzel a baronna sorral. És most már csak le kell domináljuk az Ascension-t. Jajjaj, jön a vonat, repül, úristen Gragas! Mennyi Jézus. Idő volt, amíg eltűnt a Jézus úristen, Lloydnak is vége van, és Nixar sem fogja kibírni, hát nézd, mit csinál az a kasszalin, ugrik, aztán töröl, visszafordulnak még csogatért, akinek a vízköpök sziklavértje még éppenséggel majdnem hoz egy gyilkosságot, de végül nem, mindenki túléli, és GeForce szomorúan konstatálja, hogy ezzel itt nem tud mit csinálni, egyedül. GBM nem stopper óra ezzel, akkor bizony ő lett volna az étke annak a csogatnak. Így van. Így viszont ő is megúszta a dolgot. Megvan az első invitor és 30 perc. Mennek a meccsért. Csete Paté után, igen, ez meg lesz, és még meg fog halni G4 is, nem? Nem, opa, nem. Még egy kis PM villanás volt az érzésem, de meg lesz. A győzelme a Supermassive-nak, hogy 2-0-val egy rossz kezdés után, vagy inkább egy jó Ascension kezdés után zárják a napot. Mondom, kaszadéra kell fogadni. Ez egy olyan biztos fogadás, apám, mint még soha semmi. Igen, nézzük meg a 20. percnél, hogy áll, ha 0-0-0, akkor nyertek.
nagyon szép taktika volt, hogy megfogták a késői szakasz carry-jüket, a Kai'Sa-t, ez az orbitális tönkreverése, hiába büntetik a Lucent, kikaptak az ösvényen, nagyon csúnyán. Ez így van, 5 rajtaütés után is. Kassadin pedig nem kapott ki, kicsit sem. Szóval ez a sötét szület rész, jó, majd srácok, milyen a késői szakasz, és akkor a Szukon azt mondja, hogy nem lesz késői szakasz, jó. Igen. Ahogy a kollégák is mondani szokták, súlytalan volt ez a Grace. Mozdulni sem tudott a mérkőzésen, amikor igen, akkor pedig nem számított. Lehet, hogy egy korai szakaszra építő Grace-re többre mentek volna, hogy a kasszor megmindesít. De meg volt az etetés a LeBlanc-nál, csak nem tudok mit csinálni. Nem fogsz vele megölni egy Sion. Megölsz vele egy Olafot talán, de akkor elhasználtad feleslegesen a kombódat. Nem fogsz vele megölni egy Kassadint, és nem fogsz vele megölni egy jól dodgyoló Lucent, akin van már Malmocius bendője. Az utolsó meg egy Brau. Erre nem kell mondjak szerintem semmi. Nem. Neki van fala, fel is húzta. Szép játék volt szerintem a Supermassive-tól, attól eltekintve, hogy a játék elején egy kicsikét lejátszották őket, viszont az meg annyira nem számított, mert mekkora előről beszéltünk az első 15 percben? Maximum 2000 arany. 1200 talán az... volt, azt hiszem. Na, még az se. Úgyhogy annak ellenére, hogy úgy tűnt, hogy jobban játszik a Supermassive-nál, az Ascension. Az Ascension Gaming, köszönöm. Szerintem nem így volt. Szerintem sem. A 60 farmos előnyös Lucian végig partiban tartotta a csapatot, aztán onnantól kezdve be is lehetett menni a mérkőzésért, mármint hogy az alsó ösvényen volt az első sikeres megmozdulása a Supermassive-nak, onnantól kezdve pedig nem volt megállás. Illetve az Ascension nem az erejüket játszotta meg. Tehát pont abban a szakaszban kezdtek el harcolni, amikor már épp erősebb lett a Supermassive. Lucian még erős volt, Kassadin meg már kezdett erősödni, és ott szerzett egy gyilkosságot, hazament, megvett a tárgyat, és visszajött, és letörölt mindenkit. Így van. Tehát, hogy pont akkor adtak Kassadinnak etetést, amikor még nem kellett volna belemenni ebbe a bulival. Kassadinnak soha nem kell adni, de jogos, amit mondasz egyébként, nem tisztelték a Power Spike-okat, és hát ennek meg is lett erős. A 2-0 a Supermassive. Így van, így a B csoport eléggé kicsit meglepő napot indít nekünk szerintem. Még lesz egy Ascension Gaming G2 Esports a 6. mérkőzésen, tehát az utolsón. Az sok mindent eldönt, főleg az európai csapatnak, ha most kikapnak. Hát akkor csütörtökre olyan carry nadrágba kell jönni, srácok, amit szerintem még nem készítettek el. De ne szaladjunk ennyire előre, az Ascensionnek ettől függetlenül szintén azért gratulálhatunk, nem játszottak ők rosszul, és van félnivalója a G2-nak, ha az Ascensionnel kerülnek szembe. Viszont a következő mérkőzésünk a favorit. Az első nap stompolója, az első mérkőzés stompolója, az EDG fog összecsapni a Direwolves-szal, akik azért szerintem nem rossz csapat, úgyhogy mindenféleképpen érdekes lehet, hogy az A csoportban ki az, aki a második helyért megy. Aki az EDG-t egyszer is megfogja, azt tuti. Ha nagyjatok velünk, nem sok.